Excellenciás úr, nagy tisztelettel köszöntöm városunkban. Úgy tudom, hogy mindig örömmel, boldogan jön ide az Ercsi hívek közé. Valóban minden esztendőben egy fix program, hogy nagy boldogasszony ünnepét itt Ercsibe ünnepeljük. Ebben a nagyon szép templomban, amely búcsúját üli ilyenkor, és amelyről reméljük, hogy egyszer, talán nem is olyan nagyon-nagyon beláthatatlan jövőben teljesen megépülve, megszépülve tudja majd várni az arándok hívek sokaságát. A mai szentmisét, amelyet ön celebrált, egy fontos mozzanata volt a Mária kegykép felszentelése. Mi a jelentősége ennek az egyház, illetve a hívek életében? A Mária az arándok helyeknek sajátossága, hogy szinte mindenhol egy-egy kegyképet, egy kegyszobrot őriznek. Az a kegykép, amely itt van Ercsiben, évszázadok kegyképe, évszázadok nemzedékei imádkoztak ezelőtt a kegykép előtt, amelyet most sikerült megújítani, restaurálni, mondhatom, hogy az enyészettől megmenteni. Úgy tudom, hogy a kegykép megújításához, illetve restaurációjához a hívek nagy mértékben hozzájárultak. Valóban ez egy nagyon szép, egy különleges dolog volt, nagy lelkű dolog volt, hogy a hívek összefogtak, a kisebbségi önkormányzat, az egyházközség támogatta ezt a munkát, és így együtt közösen sikerült megteremteni azt, hogy az ország egyik legkiválóbb művész, restaurátora tudja így újjávarázsolni ezt a képet. Nem csak a kép megújítása történt meg, hanem sikerült most arról is gondoskodni, hogy a legkorszerűbb módon ezt a képet megóvjuk, hosszú-hosszú, nem csak évtizedekre, hanem talán évszázadokra is, egy olyan képkeret veszi körül, amely mint egy klímaként működik, védi a képet mindenféle penésztől, mindenféle nedvesedéstől, mindattól, ami a képnek ártana, azt megvédi, és így hívek sok-sok nemzedékének, mint ahogy eddig, ezután is lesz ez a Mária kedves kegyképe. Excellenciás úr, arra kérném, hogy az ünnep, illetve az ünnepi szentmise kapcsán néhány gondolatot mondjon a városunk lakóiról. Ercsi egy különleges hely, mert itt nem csak sokféle ember él, hanem azért is, mert ennek a közösségnek mégiscsak központja a templom, és egy ilyen múlttal, évszázados hagyományokkal rendelkező templom óhatatlanul egy lelki-szellemi központ, a templom amúgy is az. Szívből kívánom, hogy legyenek áldottak az ercsi hívek, az ercsi emberek, és Mária békéjében, Mária szeretetével járják az életük útját, Isten áldásával.